Sziasztok! Sziasztok! Hú, már nagyon megy. Na, megálltunk hazafele, útközben, egy kis kitérővel, Ótátrafüreden, mert itt van egy jégpalota, amit minden télen felépítenek, milyen bizonyos témákban. Ma elvileg Erzsébet királynénak a, vagyis idén Erzsébet királynénak a tiszteletére, hogy 15 éve itt járt, annak a tiszteletére építettek egy palotát, úgyhogy ezt fogjuk megnézni. A parkoló mindenhol fizetős, hát nem volt itt senki, van itt egy tábla. Ezen van egy IBAN szám, amire el kell küldeni 10 eurót, vagy pedig vannak feljebb is parkolók, ott voltak emberek is, meg automaták, csak tele voltak, úgyhogy nem tudtunk megállni, és ez van a legközelebb. Megjegyzés rovatba beírjátok a rendszámot, és elvileg oké, de majd megtudjuk. Ide is ilyen felvonóval fogunk felmenni, aminek az ára 14 euró per fő, de majd mindjárt megnézzük ezt is. Amit látjátok, jó, megjött a hó, ami Zakopanéba elmaradt, de nem is baj, mert amúgy sok mindent nem láttunk volna fent a hegyen se, meg a tónál se. Itt lehet, ebből az épületből indul a felvonó. Itt kell venni a jegyet. 15 euróba kerül a jegy, ha az automatába veszitek meg, akkor 1 euróval olcsóbb, és lehet itt szánkót is bérelni, aki szánkozni akar. Itt van a gépjármű, fél óránként indul, 7 perc alatt felér a hegyre. Fel lehet jönni gyalog is, ahogy nézem, jó kis bokáig érő hó van már. Hát minket most azért az idő is sürget, mert még ma haza akarunk érni. Felértünk, passza friss hó van. Amúgy lehet venni bérletet is erre a dologra, és akkor lehet szánkózni egész délelőtt, vagy egész nap. Az tök jó, mert szánkópálya az azért kevés helyen van az, ami csak szánkó. Nem? Igen. Na, menjünk, nézzük meg. Oda megyünk, oda. Abba a kupolába. Akkor erre? Akkor erre. Maga a jégpalota az amúgy ingyen van. Csak a felvonóért kell fizetni, vagy hát fölgyalogolsz, és akkor ingyenes az egész. Itt van, hogy minden évben más. 2013 óta. Itt vannak a fotók a Bözsi néniről, amikor itt volt 2008-ban a Magas Tátrában. Tadá! Itt a templom. A Westminsteri apátságot faragták ki 225 tonna jégből, amit Lengyelországból hoztak. Van ott egy ilyen jég szék is, be lehet tőle fotózkodni, illetve körbe vannak ilyen dísztárgyak. Itt is van még a túloldalán kettő ilyen trón. De nagyon szép. Na minden igaz, szoktak itt rendezni koncerteket, meg kiállításokat. Hát nagy koncertet amúgy nem tudnak. De itt van egy ilyen pici színpad. Ilyen a nagy jégkockából van összerakva. És hát a csúcsuk az elég részletesen ki van faragva, meg ezek a boltívek, meg a keresztek, meg maga a díszítés. Ott vannak ilyen kis szobrok is bent kifaragva. Nagyon-nagyon szép. Meg ez azért nagyon durva itt középen, nagyon jól néz ki. Az a színes. Aha. Na, a domból ennyi. Sok időt nem lehet azért eltölteni, mert nem egy olyan időigényes. Látni való, van itt fenn egy kis kápolna. Most megyünk, van itt fenn egy vízesés. Úgyhogy most csak ezért úgy, hát nem azt mondom, hogy nem éri meg feljönni, de ha már itt fenn vagyunk, akkor nézzünk körül. Minden egy 800-900 méterre van egy vízesés, egy kis túrázás, úgyhogy még azt megnézzük. Ez a Hrebjenok hegy, ahol van ez az egész, ami 1272 méter magas. Sokáig most nem lehet ellátni így a havazás miatt.
Van itt is egy ilyen kép a Magas-Tátra csúcsairól. Ugye most pont fordítva vannak, mint Lengyelországból. Ott a Gerlach-falvi csúcs. Ugye a Magas-Tátra a legmagasabb hegye. És egyben Szlovákiáé is, és a Kárpátoké is. Are you ready? Looking like a god that never has been kissed. If you let me, I can help you cross it off your bucket list. There's no room for baggage here upon this voyage. No regrets, get out of the quicksand and stick to the program. Don't you get stuck in my head. De valakit láttam, hogy hozott is. De lehet, hogy lehet bérelni is ezt a hágó vasat. Hát nem bánom, hogy azért nem milyen idő volt Zakopanéba. Jó lett volna, ha a város havas, de azért a, fent a hegyről, meg a tónál ez így... Hát szar lett volna. Lemaradtál? Direkt? Videóztál? Állj ide, lefényképezlek ennél a Ziglánál. Google azt hittem, hogy többnyire sík a plac. Hát addig csak lefele jöttünk. Még a látványon azt dobna, ha mondjuk egy nagy hóesés után lennénk, nem itt közben. Így is gyönyörű, nem azt mondom. És így a háttérben meg itt lennének a Magas-Tátra csúcsai. Így hát leérünk az aljára. Ott látszik. Már a vízesés, ez nem egy kicsi vízesés, nagyon magasról jön, hosszan lefelé. Egy ilyen negyed óra, 20 perc alatt lehet leírni, visszafelé 5 perccel több már emelkedik. Az utolsó rész az egy kicsi technikás, gyere! Hát így uncsi! Első estél. Te megcsináltad a bunt. Wow, na ez már egy nagyobb vízesés. Nem egy pici zuhartag is. Milyen hosszan. És ez tök magasról jön. Mert néztem, hogy még nem tudom, 2 kilométerre feljebb is van. Akkor itt le is zárjuk ezt a rövid videót, reméljük az ilyen rövidebb jellegű videók is tetszenek, mert akkor lehet, hogy majd lesznek még hasonlók. Köszönjük, ha ezt is megnéztétek, iratkozzatok fel, lájkoljátok, stb. Sziasztok! Sziasztok! Egyre jobban megy, nem?